Izgulsz? Aha, egy kicsit. Nagyon csinos vagy. Kösz szépen. De mit akarsz ezzel a nyuszival? Ja? Ja, semmit. Szevasztok! A 80-as, 90-es évek akciófilmjei elképesztőek. Elképesztőek voltak akkor, amikor készültek, és a magamfajta hülye gyerekek szájtátva bámulták a kigyúrt macsókat, ahogy komplett hadseregeket ártalmatlanítanak filmesztelenül, és elképesztőek most, majd 40 évvel később, hiszen semmi a világon nem tud olyan kikapcsoló, elme pihentető szórakozást és relaxációt okozni, mint ezek a filmek, amelyekre jóformán figyelni sem kell, csak nézni ki a fejünkből és hagyni, hogy múljon az idő, gondolatok nélkül, olyan arccal, mint ha beleszartak volna. A mai videóban nem kis feladatra vállalkozunk. Üldözőbe vesszük a fegyencjáratot. A téma a fergeteges, a lebilincselő, a végtelen és önfeledt szórakozást garantáló Conner, a fegyencjárat. Soha annyira tökéletesen nem összpontosultak egy zsáner karakter jegyei egyetlen filmben, mint a 90-es évek szétpörgetett, irreális és szürreális megoldásokban dagonyázó, ütős dumákkal, bunyókkal, lövöldözésekkel és robbanásokkal teli, erőszak dömpingre épülő akciófilmjeinek jellemvonásai a fegyencjáratban. A 97-ben készült Conner egy ízig vélig tesztoszteronnal pumpált akciómozi, amely kiválóan reprezentálja az utánozhatatlan 90-es évek brutális akciófilm felhozatalát. Tipikus példa. Ráadásul mindezt egy olyan Nicolas Cage-gel, aki egy évvel korábban a Szikláig még egyáltalán nem számított akciósztárnak, de kigyúrt kóckenderként itt zseniálisan alakít az irtózatos gícsparádé közepette, ráadásul olyan színész kollégákkal, mint John Malkovich, Ving Rhames, John Cusack vagy Steve Buscemi. Le kell szögeznem, hogy imádom ezt a filmet, pedig biztos vagyok benne, hogy a film nem imád engem. Számomra valahol félúton vagy egy sváb bogár és a szomjúságtól kipálott szám sarkában összegyűlő fehér nyák közt. Legalább ezerszer láttam már, és időről időre újra meg kell néznem. Olyan akciófilm ez, amely nyilvánvaló és közvetlen célján az agyatlan szórakoztatáson túl minden újra nézésekor fel tud csillantani valami újdonságot, amire eladig nem figyeltem fel, vagy nem tűnt hangsúlyosnak. Kezdjük ott, hogy be kell vallanom, gyerekként minden alkalommal könnyekig hatódtam a záró jeleneten, amikor a csapzott véres pó átadja az üszkös nyuszit a kislányának, pedig valljuk be, az egész gicses találkozás egy tömény undor. Később aztán az nyűgözött le elsősorban, hogy ilyen remek beszólásai vannak a több diplomás, kiművelt főgonosznak, Cyrusnak. Cy Onara! Aztán pedig elkezdtem értékelni a film humoros oldalát. Ez itt a roncstemető. Ez itt a hangár, és ez itt a gépünk. Ez mi? Egy kődarab. Értem. De azért azt is be kell ismernem, hogy a fegyencjárat nem öregedett valami kiválóan, és nem elsősorban csak a látványról beszélek, hanem az összhatásról, ám ennek ellenére a Conner egy igazi kultfilm marad, amit mindig szívesen megnézek. Ez elmebeteg. No, de itt az ideje, hogy bemutassam magát a filmet. A történet rögtön egy izgalmas, országúti autós gyorsulási versennyel kezdődik, és... Ja, nem, ez csak a gyártócég logója. A sztori valójában az amerikai demokrácia export békés képeivel indul, és kiderül, hogy a jóvágású Cameron Poe épp misszióról tér haza a feleségéhez. Érdekes, hogy Cameron Poe neve mennyire hasonlít Poe Dameron nevére az új Star Wars filmekből. Még az is lehet, hogy valami összefüggés van. Simán lehet, hogy Cameron is az erőt használja? Jedi lovag lenne? Minden mindennel összefügg! A hazatérő Poe és felesége nagyon megörülnek egymásnak, kiderül, hogy az asszony gyengélkedik. És persze, mint minden normális kocsmában, beléjük is köd rögtön egy félhülye proli, aki a haverjaival a parkolóba is a szerelmes pár után megy, és bár simán beszállhatna a kocsiba és elhajthatna, Poe kint marad a viharban és szó szerint halálra veri az alkoholistákat. Az állkapcsát együttéssel belepaszírozta az agyába, csak bepiszkálta. Amúgy ez a viselkedés a film egészében elkíséri Poe-t, mindig adódna egy jó megoldás, de ő mindig a másik utat választja valamiért. A jogos önvédelemre való tekintettel simán 7 évre ítélik a halálos erővel ütlegelni képes katonát, aki bevonul tehát a bőribe, és kislánya születéséről is lemaradva megnöveszti a haját, gyúrni kezd, és összehaverkodik a világ legjelentéktelenebb mellékszereplőjével, aki az egész film során csak szenvedni fog. Poe levelezni kezd a szépen cseperedő kislányával, Cassie-vel, aztán felszállnak a sósharkjáni volánbuszra, és Poe találkozik Melinával, ami tehát azt is jelentheti, hogy valójában nincs is a buszon, és az egész csak egy a memória által bevésett emlék, vagy az is lehet, hogy egyáltalán nem, mivel ez egy teljesen másik film, semmi nem függ össze semmivel. Megérkezik John Cusack, a rendőrbíró, és Duncan Malloy, aki viszont maga sem tudja, hogy hol dolgozik. Most vagy soha, mert aztán az FBI-hoz kerül. Itt Vince Larkin, rendőrbíró, és Duncan Malloy az FBI-tól. És egy speciális raptól akar valami információt kiszedni. Na, tegyék le a seggüket. A következőről van szó. A srác pedofil, de durván.
Pedofil? Tehát akkor buzi, igaz? Buzi, migráns, hazaáruló és baloldali. Egy kutya. Nézd már a kis habony diplomást, milyen okos. Arrogán művekben tanultam egyet smást. A kegyelmi kérvény nálad van? Igen. Kegyelem? Hogy kegyelem? Mondom, hogy pedofil. Hát épp ez az. Pedofil, tehát felmegyünk. Én nem gondolom, hogy olyanokat, akik gyerekeket abuzálnak, vagy abuzálók tevékenységét segítik, bármilyen indokkal fel lehetne menteni. Ez undorító. A kegyelemmel eltörölnék a Priuszát, és visszamehetne a gyerekeket. Kurva élet, hogy elengedjük, pont mint Kaletát. Te hallod, mit beszélsz, te fasz? Ez gusztustalan. Oké, jól van. Add oda a merevlemezt. A képeket. 19 000 fénykép. Annyi. Jó nagy a berrád gyökér vagy. Mindegy. Úgy is kimosdatnak. Fasza. Ezután megismerkedünk a fegyenc járaton szállított rabokkal, van itt családgyilkos pszichopata, a fekete gerillák tábornoka, gyémánt kutya. És úgy néz ki, mint egy picsa? Itt van még a zseniális és gátlástalan Cyrus a vírus, és pár kistívű rossz fiú, no meg persze Cameron Poe, aki hazafelé igyekszik, és minden szembe jövőt a kislányával traktál. A lányomnak születésnapja lesz. Szívből gratulálok! Mi ez a szar? A kislányom. A lányomnak ma van a szülinapja. Úgyhogy kérlek, kímélj meg a részletektől. Larkin rendőrbíró megnyugtatja a kolléginát, hogy a gép biztonságos, nem kell befosni, de kiderül, hogy a rossz fiúk színes fémet rejtettek a tenyerükbe, és most előpiszkálva ki tudják nyitni a bilincset, főleg mivel a pöckös fek a gyerek megfelöklend egy használt kotont, és a gyulladó spermával lángra lobbantja a mellette ülő golykomiticset. A nagy zűrzavarban a rabok kiszabadulnak, Cyrus átveszi az irányítást, és jelzi a pilótának, hogy a repülési terv egyelőre változatlan. Egyébként a pilóta később a Lost sorozatban a kétre vadászó ügynökként szintén bajba kerül egy repülőgépen. Minden mindennel összefügg. A nagy riadalom után most a csaj nyugtatgatja Larkint, hogy nincs semmi baj, de mindketten kurvára tévednek, mivel a fegyenc járat elszabadult, Poe kesereg is egyet látványosan, hogy elmarad a kislánya a születésnapi partija. A kábszeres ügynököt lelövik, Larkin ügynökék meg felfedeznek egy titkos rekeszt Cyrus cellájában, amelyben mindenféle gonoszkodáshoz kellő dolgot rejtegetett. Hogy tudta úgy visszafalazni, hogy ne tűnjön fel senkinek, azt nem tudom. A Conner közben leszáll Carson Cityben, és Poe elhagyhatná a gépet, de amint mondtam, mindig a rossz utat választja, így kislány meg feleség ide vagy oda marad a repülőn, amelyre új foglyok érkeznek. Többek között a kis költségvetésű Hannibal Lecter, és egy új pilóta, aki a film elején megjelenő kocsmárossal az Egy ártatlan ember című B-filmben is együtt játszott. Minden mindennel összefügg! Pöckös átcsempészi a jeladót egy kis gépbe, és ezért a mindig dühös Meloy rossz irányba indítja meg a helikopteres hajtóvadászatot. Bár nem tudom, mit csináltak volna a rossz fiúk, ha a kis gép mondjuk nem száll fel, és azonnal lelepleződik a trükk. Aztán Pöckös mintegy 200 km/órás sebességgel kocog kicsit a gép mellett, de beakad a futóműbe, így végül Poe löki ki a gépből a zsúfolt utcákra, egy kis üzenettel Larkin ügynöknek címezve. Poe összekülönbözik az egyik hülyével egy plüssnyuszin, aztán óriási csimbum cirkusz kezdődik a homokban, ahol Poe pörgőrúgásokkal operál. Pörgőrúgás! És valahonnan egy kislány is előkerül, teljesen egyedül játszogatva a mocsokban, akivel a pszichopata kórust alapít. Ott volt a világ egy kézben. És Poe ezúttal is ott hagyhatná az egész felfordulást a francba, de inkább teátrálisan átrohan a lángoló harctéren, leveri Johnny 23-at és megmenti az inzulin srácot, de ez utóbbit végül jól hasba lövik, úgyhogy újra nekiállhat szenvedni. Ezután Poe Terminátor üzemmódba kapcsol, és a karja még csak meg sem rándul a rá leadott lövéstől, majd eltéríti a repülőt Las Vegas legzsúfoltabb utcája fölé. Hát viva Las Vegas! Ez ugye azért is érdekes, mert 3 évvel korábban Cage Oscar díjat kapott a Las Vegas végállomás című filmért, és ugye itt is Las Vegas a végállomás, minden mindennel összefügg! A kényszer leszállást ügyesen túléri mindenki, és íme ismételten ott lenne a lehetősége Poe-nak, hogy végre a családjához fusson, de ő inkább Larkinnal együtt a cselesen elszökő Cyrus után iramodik megint, aki a tűzoltó kocsik szokásos alapfelszereltségét, a karibi szigony csákját is beveti Cameron ellen, aki bosszúból nagy dózisban adja be neki végül az antivírust. Aztán végre valahára megtörténik a nagy találkozás. A kislány előbb kicsit húzódozik ettől a bűzlő csöves bánattól, de végül beletörődik, hogy mostantól együtt kell élniük, és lezárásként még láthatjuk, hogy a világ legkeresettebb bűnözője egy zsúfolt kaszinóban rejtőzködik a hatóságok elől.
Nos, a fegyencjárat egy olyan hamisítatlan 90-es évek akciófilm, amely minden hozzá valót ismer, ami egy igazán szórakoztató és élménydús mozihoz kell, és ezeket nem is fél marok számra adagolni. Itt mindenki bedesz és frappáns, minden robban és törik zúzódik, mindenki kőkemény és a beszólások mindig pengék. Kicsit félve azt gondolom, hogy az eredendően tehetséges és kezdetben érdekes filmekben feltűnő Cage itt vált végképp akciósztárrá, és kicsit be is katujázódott ettől fogva. A Conner egy olyan már soha vissza nem térő korszak tündöklő lenyomata, amelyben a valóságtól teljesen elrugaszkodott, győzhetetlen figurák által menedzselt akcióorgiák képezték a film gerincét, és igazán szórakoztató, látványos és humoros művek létrejötté tették lehetővé. A Conner minden bugyutasága és hiteltelensége ellenére egy erős hatós az akciófilmek között, és bár nem öregedett túl jól, mai napig visszanézhető könnyed szórakozást kínál. Miért nem tudtad szépen visszatenni a nyuszit a dobozba? Bocsánat, már letettem!